Sok szeretettel köszöntök mindenkit odahaza, és természetesen itt a stúdióban. Jó sokan vagyunk már megint. Mivel is kezdjünk? Hát kezdjünk David Pressmannal. David Pressmant mindannyian kedveljük, szeretjük, tiszteljük és becsüljük. Ilyen nagyszerű nagykövete az Egyesült Államoknak már régen járt Budapesten. És történt a minap, egész pontosan, január 23-án, ahogy ezt nyilván olvashatták az ellenzéki sajtóban, Pressman elvtárs Debrecenbe, illetve Hajdú-Bihar megyébe látogatott. Látogatása alkalmával felkereste Debrecenben az alternatív közösségek hálózatát, ez a helyi soros buli. Mikor ott végzett, elszaladt, megnézte az épülő akkumulátorgyárat, ami ugye casus belli. Aztán elugrott Mikepércsre, ott találkozott az Anyák a Környezetért Egyesülettel, ez 4 darab helyi nőből áll, és rettenetesen nem szeretnének semmiféle gyárat. Ezt követően találkozott El Ritók Nóra ellenzéki aktivistával, majd megtekintette nevezett aktivista alapítványának, az Igaz Gyöngy alapítványának valami csodálatos műsorát, rendezvényét, és végül ellátogatott Nyír Márton falvára, és megtekintette a lombkorona sétányt, tudják, ez lett a magyar korrupció jelképe. Ez volt tehát a látogatás programja. Ebből is látszik a programból, hogy nagykövet úr nagyon komolyan veszi azt, hogy nem foglalkozik a magyarországi belpolitikával, kiegyensúlyozott, minden vélemény érdekli. Tudják, mi a tragédia? Egy helyre viszont nem ment el a nagykövet úr. 1944 második felében az Egyesült Államok légiereje 4-szer bombázta teljesen értelmetlenül Debrecent. 4-szer. Többek között lebombázták a nagy templomot, lebombázták a köztemetőt, lebombázták az egyetemet, és lebombázták a vasútállomást. Ezen 4 amerikai bombatámadásban több mint 3000 debreceni civil vesztette életét. Teljesen értelmetlen. A város, Debrecen városa ennek a 3000 ártatlan áldozatnak emelt egy emlékművet. Évekkel ezelőtt. Na, ide nem ment el Pressman, hogy letegyen egy szál virágot. Csak hogy világos legyen. És egy pillanatra térjünk vissza ehhez a lombkorona sétányhoz, ami, nem győzöm hangsúlyozni, aki figyelemmel kíséri a hazai és a nemzetközi ellenzéki sajtót, az pontosan tudja, tehát ugye ez a magyar korrupció non plus ultrája, szimbóluma, mert hogy épült egy lombkorona sétány ott, ahol nincs lomb. Egy apróságot azért tegyünk tisztába, hogy ez is világos legyen. Az a vállalkozó, aki ezt csinálta, valóban pályázott EU-s pénzekre, kiírt hivatalos pályázaton, lombkorona sétánnyal, és a pályázata nyert is. A pályázati kiírásban az szerepelt, hogy önerőből kell megvalósítsa, és majd utólag kifizetik a pályázati pénzt. Vállalkozó barátunk önerőből megépítette a nem létező lombkorona sétányba a lombkorona sétányt, majd sorba állt és tartotta a markát a pénzért. Itt szeretném jelezni, hogy ekkor jött a magyar állam, és a vállalkozó egy büdös forint pályázati pénzt nem kapott, mert hogy nem csak Pressman nézte meg a lombkorona sétányt, hanem az illetékesek is. És közölték, hogy ez egy szélhámosság, barátom, te teljesen hülye vagy, erre mi nem fizetünk. Magyarán
A hatalmas korrupcióban az történt, hogy a vállalkozó saját zsebből kifizette, megépítette a semmit, majd ráfaragott, mert nem kapott pályázati pénzt. Ide ment el Pressman szörnyűködni és csodálkozni. Javasoljuk, Pressman elvtárs, ha figyelsz minket, úgyis megkapod majd a sajtószemlébe. Szóval javasoljuk, hogy legközelebb sétálj át a Lánchidon. Mert ott egy kicsit más a helyzet, ugyebár. Mert hogy mit tudunk eddig Lánchíd ügyben? Tarlós István kiírja a pályázatot a Lánchíd felújítására. A Híd ZRT nevű cég győz. 20 milliárd forint, amennyiért vállalja, hogy felújítja a Lánchidat. Jön Karácsony elvtárs, neki nem tetszik ez a dolog, új pályázatot írt ki, mit ad Isten, megint az A Híd ZRT győz, csak most már kevesebb elvégzendő munkáért 25 milliárdot kér és kap. Hirtelen felszalad az ár 5 milliárd forinttal. Továbbá a szerződést úgy alakítják át, most figyelj, hogy a vállalkozó előlegként 60-szor annyi pénzt kap, mint a tarlós féle szerződésben. Viszont, ha bármilyen probléma esetén ködbért kell fizessen, azt meg megfelezik. Majd jön Áhíd ZRT, az 5 milliárddal több bére elnyert pályázotta. Másfél milliárd forintot átutal Végmór elvtárs cégének, illetve cégének, ember nem érti, hogy mire, majd Végmór elvtárs a cégéből tovább utalja a másfél milliárdot a magánszámlájára, illetve az ügyvédi letéti számlájára, ami azért jó, mert ekkor már Végmórt egyéb bűncselekmények miatt kizárták az ügyvédi kamarából, vagyis nem lehetne ügyvédi letéti számlája. De azért átutal másfél milliárdot, majd egy nappal később ebből mindjárt közel egy milliárdot készpénzben föl is vesznek. Ezt tudjuk most. Pressman néni remekül tenné, ha sétálna egyet a Lánchidon Karácsony Gerivel, és megkérdezné, hogy ha már korrupció, ez a másfél milliárd hova, mire, kinek, miért? Ezek a releváns kérdések, ugyanis a lombkorona sétányügyben semmilyen pályázati pénz nem lett kifizetve. Ez csak az ellenzék sípja, amit szokás szerint hazug, aljas, becstelen módon fúj. No, és akkor imigyen, remélhetőleg szereztünk Pressman bácsinak egy jó napot. Következzenek további témáink. A múlt héten elég nagyot ment az a bizonyos németországi óvoda, ahol az ovisoknak maszturbáló szobát rendeztek be. Ezt sok néző szerette. Nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy tényleg nincs semminek se határa. Na, most témába. Új hírem van, Olaszországba látogatunk, és mielőtt bármit megbeszélünk, nézzünk is meg egy rövidke bejátszót az ügyről. Figyelni kell arra, hogy ideológiailag ne ütközzünk a természetes valósággal. Ha ez a személy életet tud adni, azt jelenti, hogy az ő teste nőnek született az ehhez illő sajátosságokkal. Ezt nem lehet egy tüntetéssel és szlogenekkel eltörölni, vagyis tiszteletben kell tartani a kérdés antropológiai vetületét. Van bármi veszély annak, hogy a szóban forgó személy számos hormonkezelésen ment át az utóbbi években? Egészséges lesz a gyermek? Ezt majd értékelni kell, de előtte tudni kell azt is, hogy pontosan milyen hormonkezeléseket kapott. Fontos szempont az is, hogy a terhesség melyik szakaszában kapta őket, milyen mennyiségben, ezért ezt a specifikus esetet részleteiben kell ismerni. Mi a gyermek érdeke? Még akkor is, ha egy frissen fogant gyermekről van szó. Nem csak az élethez való jog, hanem az apához és az anyához való jog is. Tehát egy férfi és egy nő. És hogy harmóniában, szexuális teljességben nőjön fel. Ami fontos a társadalom számára.
Úgy gondolom tehát, hogy a törvénynek ebbe az irányba kellene elmozdulnia. Vagyis nem helyeselni azt, hogy ez a gyermek most már létezik, és egy férfi és egy nő gyermekének tekinteni, akik a férfiasság felé mozdultak el. De garantálni kell neki két szülőt, egy férfit és egy nőt. Tudom, hogy ez nagyon népszerűtlen, de valójában ez az, ami a leginkább megfelel a gyermek jogainak, amelyeknek elsőbséget kell élvezniük, ahogy a gyermeki jog is mondja, a felnőttek jogaival szemben. Mit mond a jog? Ez a nő vagy ez a férfi, nem tudom definiálni, megtarthatja a gyermekét? Hát épp ez az, amit nem lehet tudni. Ez az, amiről vitatkozunk, mert ez egy egyedi eset. Nincs rá jogi kategória. Ugye itt láttunk egy rakás fasisztát, majd nyilván így lesznek interpretálva, akik kifejtették véleményüket egy Olaszországban minap történt eset kapcsán, akkor most ismertetném az esetet, jó? Olaszország fővárosában, Rómában elvégeztek egy nem váltó műtétet, amelynek nagyjából már a végén jártak, és akkor derült ki, hogy a nevezett nő, aki éppen férfivá operáltatta át magát, 5 hónapos terhes. Az illetőnek eddigre kinőtt a szakálla a hormonkezelések hatására, megváltozott a testalkata, és mind a két mellét levágták. És ekkor kiderült, hogy 5 hónapos terhes. Na most ennek az ügynek a kapcsán hallottuk itt az olasz megszólalók, a fasisztákat, akik azért csak föltették a releváns kérdéseket, hogy akkor most tessék mondani, most mi van? Például mi van azzal, hogyha a hormonkezelések miatt ez a szerencsétlen gyerek beteg, testi vagy szellemi fogyatékosként születik meg? Ki a felelős? Hol van az orvosi felelősség? Hogy nem bírták észrevenni, hogy ez a szerencsétlen nyomorult elmebeteg, ez terhes, miközben elkezdték hormonokkal tömni, meg levágták a melleit. És ha megszületik a gyerek, és adja Isten, hogy egészséges, akkor egyébként mi lesz vele? Ki lesz az, aki megszülte? Az anyukája lesz, vagy az apukája? Azért ezek mégiscsak föltehető kérdések, nem? Ebben a szép új világban, amiben nekünk élni adatott. És hogy milyen ez a szép új világ, átugrunk az Egyesült Államokba. Ezt megint úgy voltam vele, hogy olyan 15-ször elolvastam, mire egyáltalán bírtam értelmezni. Következő dolog történt. Egy első osztályos amerikai kisdiák, gondolom az első osztályos ott is 6 éves. Tehát az első osztályos amerikai kisdiák bent az iskolában, az osztályteremben éppen játékidő volt, legókkal játszott, és leejtette a legós dobozt, szétgurultak a legók, és akkor ez a kisdiák úgy kiáltott fel, hogy Jézusom. Kapott egy intőt, figyelj, melyben felhívták a szülei figyelmét arra, hogy a gyermek az iskolában, most figyelj, elfogadhatatlan nyelvhasználatot követett el. 6 évesen felkiáltott, hogy Jézusom. Elfogadhatatlan nyelvhasználat. Itt tartunk most. Úgy szeretnék összefutni egyszer az életemben a tanító nénivel, vagy a tanító bácsival, meg az iskola igazgatójával, ahol ezt megmerészelik csinálni. Na de hát, ha már a Jézusom felkiáltás intővel büntetendő, akkor ugorjunk át Franciaországba. Francesca Ravifioli álnéven író kedves kollégám, sose fogom megmondani, hogy ki ő, de imádom a palit. Ő írta meg a következőt. Óriási bajban van Franciaország, ugyanis katolikus nevelés folyik egy katolikus magániskolában. Ez az a magániskola, ahova Charles de Gaulle is járt annak idején, ahol, mint most kiderítették, figyelj, szexista, homofób és tekintélyelvű légkör uralkodik. Igaz ugyan, hogy a szülők, a diákok és a tanárok
egyöntetűen rendkívül elégedettek az iskolában folyó munkával és légkörrel, de hát a társadalom mérnökök, a vokkok és a megvilágosodottakat ez nem veri át, ők pontosan tudják, hogy ha egy katolikus magániskolában katolikus szellemi nevelés folyik, az tűrhetetlen és tarthatatlan. Ez veszélyt jelent a francia köztársaság értékeire. Ezt árta föl a minisztériumi vizsgálat. Mert hogy ilyen szörnyűségek történnek egy katolikus magániskolában ma Franciaországban. Például elítélik az abortuszt, és azt tanították egyszer a gyerekeknek, hogy az abortusz az tulajdonképpen egy ártatlan élet kioltása. Mert egyébként mi? Szeretnék hallani egy alternatív véleményt. Mi más? És ez egy katolikus magániskola. De hát ott ez természetesen nem szabad. Aztán további szaftos részletek is kiderültek. Beiratkozáskor vállalni kell az iskola katolikus szellemiségéhez való igazodást. Hát mégis mihez kéne igazodni egy katolikus magániskolába, hanem az iskola katolikus szellemiségéhez? De ez nonsens, ezt nem lehet tűrni. Kötelező heti egyszer egy hittanórán részt venni. Tehát egész összeborzadtam. Egy katolikus magániskolába, hittanórán. Rettenetes. Aztán a latin órán, mert ilyen szörnyűségek is vannak egy katolikus magániskolában, mint latin óra, a latin órán többször is előfordult, hogy keresztény énekeket énekeltettek a diákokkal. Öltözködési szabályzat van életben. És ráadásul az öltözködési szabályzat a lányokra vonatkozó része sokkal hosszabb, mint a fiúkéra vonatkozó. Vajon ennek mi lehet az oka? De hát ez tűrhetetlen, mert ez a francia köztársasággal szembe megy. Osztálykirándulásokon számos esetben külön programot szerveztek a fiúknak és a lányoknak. Ez nyilvánvaló szexizmus. Én emlékszem a mi osztálykirándulásainkra. Nálunk nem voltak külön programok, ott egy dologra vigyáztak nagyon, hogy a éjszaka beálltával mi fiúk semmiképp sem menjünk át a lányokhoz. De hiába vigyáztak, mindig átmentünk. Viszont mi nem voltunk katolikus magániskola. Szóval, drágáim, summa summarum, a jelentés tartalmától elborzadva Párizs városa rögvest fel is függesztette az iskolának járó önkormányzati támogatás folyósítását. Csak hogy világ, mert rendnek kell lenni. Olyan baromi kíváncsi lennék, hogy van egy iszlám magániskola támogatásának folyósítását is felfüggesztik-e, mert ott esetleg a francia köztársasággal szembe menő értékrend van érvényben. De ez volt az iskola része. Ugorjunk át Svédországba. Svédországban a rendőröknek kell fizetni a rájuk támadó migránsoknak. Most azt hiszitek, hogy ez valami vicc, de nem, ez a rögvalóság, drágáim. Történt ugyanis most, hogy öt rendőrnek, svéd rendőrnek összesen 1122 eurónyi svéd koronát kellett kifizetnie saját zsebből egy 45 éves elítélt szír férfinek, aki a zavargások során elkövetett tettei miatt 2 év 7 hónap börtönbüntetésre vagyon éppen ítélve. De a bíróság úgy döntött, hogy a rendőrök, nem tudom, hogy döntött a bíróság, mert úgy nem döntött, hogy a rendőrök bármi túlkapást csináltak, tették a dolgukat, de a rendőrökkel fizettetik meg a szír férfi perköltségét. És ez mostantól ez lesz a faktum Svédországban. Ez egy tök jó ötlet egyébként, tehát vegyük át, legközelebb a tech kimegy a mafiózóhoz, a rabszolgakereskedőkhöz, meg a kábítószerkereskedőkhöz, összeszedik őket, otthon beviszik, és szerintem mostantól nálunk is úgy kéne, hogy az egész buli költségeit plusz a perköltséget fizessék ki a tekesek. És ez tök jó lesz. És akkor valószínűleg Brüsszelben is azt fogják mondani, hogy na végre ez egy jogállam.
mert a jogállam egyébként úgy néz ki most nyugaton, épp most tett föl a TikTokra egy videót egy LMBTQ aktivista, aki a következőt jelenti ki a videójában. Az idei év, vagyis a 24-es esztendő nagy feladata, hogy elfogadottá kell tenni, hogy megpofozhassuk végre a transzfóbokat. Normalizálni kell az erőszakot azokkal szemben, akiknek nem tetszik a transzneműség. És mindenki tapsol, hogy milyen baromi igaza van. Ez a jogállam. És a német jogállamot se felejtsük ki a sorból. Ugye most az AfD, meg mindenféle szörnyű jobboldaliak ellen tüntetnek Németországban, ilyen jelszavakkal és plakátok alatt. Az AfD-seket megölni, emberi jogokat jobboldali emberek helyett. Nyilván ez is a jogállam része. Úgyhogy ha legközelebb esetleg békemenetet tartunk, és valamelyikötök hozna egy transzparenst, hogy a DK-sokat meg kell ölni, azt én nagyon ellenezném, de Brüsszelben nyilván örülnének neki, mert végre Magyarországra is beköszöntene a jogállam. Úgyhogy ha mégis hoztok egy ilyen transzparenst, még hogyha húzni fogom a számat, akkor is majd azt mondom, hogy álljatok az első sorba. Hát, ha Brüsszel végre valamiért megdicsér bennünket. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, és aztán Kiszedi Zoltán politológus lesz a vendégem. Folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban Kiszedi Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Szerbusz Zoltán, köszönöm. Engedd meg nekem, mielőtt elkezdjük a témáinkat, valamire rákérdezzek. Itt az első részt azzal kezdtem, hogy elmondtam, hogy Pressman nagykövet Debrecenbe és Hajdú-Bihar megyébe látogatott január 23-án. Mondhatjuk, a kötelező leckét felmondta, az összes létező soros szervezettel meg ellenzéki aktivistával találkozott. Egy helyre nem ment el. Ugye 44 második felében az Egyesült Államok légiereje négyszer bombázta le, teljesen értelmetlenül Debrecent. Lebombázták a nagy templomot, a köztemetőt, a vasútállomást, meg az egyetemet. Ilyen stratégiai, katonailag fontos célpontokat. Több mint 3000 ártatlan civil esett áldozatú. És Debrecen városa ennek a 3000 civilnek egy emlékművet állítatott. Na most az amerikai nagykövet csak ide nem ment el, hogy letegyen egy szál virágot. Szerinted ez normális? Pressman esetében ez szerintem normális, és mondhatnám, hogy sajnos, mert ha kinézne a nagykövetsége ablakán, rögtön az amerikai Brandholz tábornok szobrát látná, aki amikor idejött és megismerte a helyzetet az összeomlás után még Trianon környékén, akkor például ő akadályozta meg, hogy a románok a Nemzeti Múzeumból elvigyék azokat a műkincseket, amiket már majdnem teherautóra pakoltak. Tehát volt ilyen amerikai képviselője is, vagy képviselője az amerikai embereknek, hát most sajnos egy aktivistát küldtek, aki hiába nagykövet pro forma, igazából úgy viselkedik, és úgy gondolkodik, mint egy politikai aktivista, ezért is nagyon nehéz őt komolyan venni. Hát bárcsak megint egy olyan nagykövete lenne az Egyesült Államoknak, aki nyitott Magyarország iránt, és közvetítene a két ország között, hiszen szövetségesek vagyunk, a kereskedelmi forgalmunk is nagyon fontos, és hát azt is látni kell, hogy azért az amerikai emberek, ott, ahol hagyják őket, és nem az a woke kultúra uralkodik, ott azért ők is szerintem hasonlóan gondolkodnak, mint mi a szabadságról, a gyermeknevelésről, arról, hogy a háborúnál sokkal jobb a béke, és hogy a saját országunkat kell elsősorban rendbe rakni, és utána foglalkozhatunk a világ többi kérdésével. Hál' Istennek a sajtó jelentésébe ezt is meg fogja kapni, úgyhogy köszönöm.
No, akkor nézzük az első témánkat, és egy kicsit alaposabban szeretnék beszélni róla, hogy mi zajlik ma, most már nyugodtan mondhatjuk, nem Németországban, hanem lassan az egész Európai Unióban, az agrárium világában. Ugye a német gazdák kezdték, és úgy tűnik, hogy nem is fogják abba hagyni. Tehát olyan gigatüntetések zajlanak a jelenlegi német kormány agrárpolitikája ellen, ami példanélküli. De most már ott tartunk, hogy a román gazdák kin vannak az utakon a traktorjaikkal, a francia gazdák elkezdték, az olasz gazdák is csatlakoztak, és mindegyik ugyanazt mondja, hogy ami ma az Unióban agrárpolitika címén folyik, az egyenlő azzal, hogy tönkretegyék az Európai Unió teljes mezőgazdaságát, és hogy ők ezt nem fogják hagyni. És én ezt elhiszem nekik. Csak arra próbálom a választ keresni, és egy-két választ persze ismerek, de csak van valami mélyebb oka. Miért jó ez Brüsszelnek és az EU-nak? Ugye szoktuk mondani, hogy összeesküvés elméletek nincsenek, csak összeesküvések. Vagy ugyanez másként, hogy kis összeesküvések nincsenek, csak nagyok. Tehát igazából ugye az a idézőjelben baja velünk Brüsszelnek, Soroséknak, Joe Biden féle demokratáknak, hogy mi normálisan gondolkodunk, és ez nem szerénytelenség, hanem ez így van. Hát mi közel vagyunk a földhöz, közel vagyunk a nemzetünkhöz, közel vagyunk Istenhez, mi ezekben a kategóriákban gondolkodunk. Ők meg profitban és hatalomban. És igazából, hogyha egy globalista szemével nézünk a világra, akkor ő abból indul ki, és ez egy tételmondat minden globalista könyv elején, hogy jelenleg a világ termőföldeinek a felén az állatok takarmányozására állítanak elő növényeket. Magyarul, hogyha ez nem lenne, és nem ennénk minden nap húst, vagy ennyit, mint most, akkor azt a területet is az emberek élelmezésére lehetne fordítani. Tehát ez a kiindulási helyzet, ezért kell csökkenteni, szerintük, a gazdák számát. Itt jön egy másik szempont, amiről még keveset beszélnek, de már az brüsszeli papírokból ez kiolvasható. Jelenleg az uniós támogatások kétharmada megy mezőgazdaságra, kohézióra, felzárkóztatásra. 28-tól kezdődő új uniós költségvetési ciklusban ez már csak egyharmadra csökkenne, és a nagy birtok jobban ki tudja gazdálkodni ennek a kisebb agrártámogatásnak a hiányát, mint a gazdák. És hát ugye mi ezért mondom, hogy mi tényleg be vagyunk oltva ezek ellen a bornírtságok ellen, mert sokan emlékszünk még, amit Rákosi Mátyás mondott, hogy a kuláknak van földje, és van öntudata. Ha elveszik a földjét, elveszik az öntudatát. Ez érvényes a német vendéglősökre is, akik szintén ott tüntetnek, mert ők is tudják, hogy ha csökken a termelés, akkor az emberek jóléte, több megy Ukrajnának, több megy a háborúnak, akkor az ő forgalmuk is csökken. Tehát ez a második szempont, hogy 28-tól kevesebb lesz a pénz, és ezért már nincs szükség ennyi állatra. Igen, tehát itt, ha megnézzük, mondjuk a háztáji felszámolása, visszaszorítása is egy ilyen irányba tett lépés volt, és hát a holland gazdákat például azzal próbálták bedönteni, hogy a nitrit kibocsátást limitálták, mondjuk nyilván ezen kell változtatni, de az állattartó holland gazdák harmada bedőlt volna, hogyha ezt a szabályt betartják, vagy elfogadják. Megszerveztek egy nagy ellenállást tavaly márciusban, és a tavaly márciusi holland választáson a gazdáknak a pártja az egy olyan erős párt lett, hogy a holland pontosabban a szenátusban, az első kamarában nagyon erős lett, tehát meg tudták magukat szervezni. És hát ugye amikor azt mondtam, hogy összeesküvés elméletek nincsenek, csak összeesküvések, hogy amíg sok kis gazdaság van, a gazdák adják a helyi társadalomnak a gerincét is, tehát akik meg tudják szervezni magukat, be tudnak menni a traktorokkal a nagyvárosba. És azt is láthatjuk egyébként, hogy itt vannak azok a tervek, amelyek ugye most még csak tervek, de hát látjuk, hogy mondják, hogy a liszkukac az nem is olyan rossz, az is állati fehérje. És ugye a műhús, amit szerencsére most nálunk be akarnak tiltani, de ugye ha megnézzük, a kommunisták mit csináltak? Az embereket ilyen panelházakba terelték, ahol nem volt kiskert, nem lehetett a spájzban sok élelmiszert elrakni, és most is, hogyha nincsen ez a vidéki gazdaság, nincsenek ezek a kis és közepes gazdák, akkor már csak az élelmiszerboltokban lehet majd élelmiszert venni, mert ugye vidéken felszámolják
hívják, vagy visszaszorítják ezt az önellátást. És hát onnantól kezdve a multicégeknek a laboratóriumban kiterjesztett műanyagát ehetjük, amit a boltokon keresztül tudnak adni, mert már nem lesznek MDF piacok, nem lesznek gazdák, akik ezt esetleg fölhozzák, vagy nem lesznek olyan alternatívák, ezen műhús, meg lisztkukac, meg más fehérje alapú. Tehát rengeteg dolog találkozik, leginkább az, hogy át akarják alakítani nyugati társadalmakat, és hát igen, ugye, hogyha megnézzük, hogy mindig csak Európában működnek ezek az elvek, mert Amerikában mondják, hogy kevesebb fosszilis üzemanyagot kéne használni, de egy amerikai nem akar az 5-6 literes motorú autójából kiszállni, vagy ott jobban érzik magukat az SUV-ban, az asszonyok is jobban szeretik, hogyha egy nagyobb autóban mennek, mert biztonságosabb a gyereket szállítani, és ott például sokkal később akarnak csak átszállni. Az európai globalista politikusok, akik sajnos Brüsszelben is többségben vannak, ők viszont ezt Európában keresztül verik, mert a mainstream média ezt nem ellenzi, nem lehet demokratikusan vitatkozni erről. Mindig elmondom, amikor nyugatiakkal beszélek, hogy Magyarországon megkérdeztek minket a migránsokról, a háborúról, megkérdeztek minket egy csomó dologról, Brüsszelben meg az óraátállításról kérdezik meg az embereket. Tehát ugyanez, hogy nem kérdezik meg őket arról, hogy kevesebb gazda, kevesebb húsevés, kevesebb természetes élelmiszer. És hát igen, a koncernek azt látják, hogy ugye Ukrajnában lehet, hogy az amerikai mezőgazdasági befektetések borulni fognak, nem tudjuk még, hogy alakul a háború, de hát mennyivel jobb mondjuk német vagy holland termőföldet fölvenni a csődbe kergetett gazdáktól, mert az tuti megmarad, mert az ukrán az vagy lesz, vagy nem lesz. És hát, hogy még egy utolsó gondolatot, ha megengedsz, Ukrajna kapcsán, ugye, hogy mit mondtak ezek a globalisták? Ursula mit mondott? Hogy hát az éhező embereknek át kell engedni az ukrán gabonát, és majd itt rakják hajóra. Ez rendben is lenne. Csak az ukránok nem a hajóra teszik és elviszik Afrikába a gabonát, hanem itt adják el, mert itt közelebb van, kisebb a szállítási költség, itt nem az ENSZ fizet, vagy ha összedobják a pénzt a támogatók, hanem itt ugye rögtön el tudják adni dömpingáron, alá kínálnak a hazai gazdáknak, és ezt tudták meg a románok, a lengyelek, a szlovákok, és igen, ezt látjuk egyébként a fuvarozóknál is, akik idehozhatnák a terméküket Ukrajnából, vagy innen visszamehetne Ukrajnába, de mondjuk Magyarországról nem vihetne el terhet vagy árut Németországba, és hogy úgy menjen vissza. És hát az a gyanú, ezt persze az ukránok tagadják, hogy azért itt bőven van egyéb is, alá kínálnak, nyilván szerencsétleneknek kell a devizabevétel, de ha vannak szabályok, amiket ők is elfogadtak, az ő képviselőik, akkor ezeket be kéne tartani. És ezek a gazdák nem csinálnak mást, például az exportnál, hogy azt mondják, hogy átszállítani lehet, itt eladni nem. Azért most van az, hogy mikor nagy szellemek találkoznak, mert azért is mondtam, hogy egy kicsit mélyebbről nézzük meg, és azért is örültem ennyire a válaszodnak, mert hogy igen, tehát a társadalom mérnökösködés. Friedrich Engels a Neue Rheinische Zeitungban a következőket írta. Jó rég, 19. század közepén. Azt írta egy helyütt a spanyol kantonok parasztságáról elmélkedve, hogy most már nagyon ideje, hogy megszabaduljunk, figyelj a szóhasználattól, megszabaduljunk ezektől az átkozott, jó akaratú, tiszta erkölcsű, ős erőt képviselő parasztoktól, mert amíg ezek vannak, addig nem fogjuk tudni átalakítani a társadalmat. Marx, szintén a Neue Rheinische Zeitungban valahogy ezt a mondatot írja le egy hasonló témájú cikke végén, hogy a proletáriátus gyönyörű szabadság dala mindig el fog halni a hagyomány tisztelő parasztok süket csöngyében. Tehát ez onnan jön, és akárhogy nézem, ezek a mai társadalom mérnökök, ezek mind neomarxisták, büszkén vállalják, hát van hagyomány, most már legalább értem, hogy itt nem pusztán az ukrán gabonáról van szó, hanem arról, hogy szét kell verni a hagyományos társadalmat bármi áron. Maradjunk Németországnál egy mondat erejéig, pár mondat erejéig. Ugye zajlanak a gazdatüntetések, itt a Schmidt-Mari ült a helyeden, ő elmondta, hogy megfelelő illetékes elvtársak behívták a német közszolgálati média illetékes elvtársait egyeztetésre, hogy nem kell annyit beszélni ezekről a gazdatüntetésekről, mert hát minek? Helyette inkább most csinálunk AFT, meg jobb oldal ellenes tüntetéseket, és akkor majd arról tessék sokat beszélni. És láss csodát, Németország szerte elindultak ezek a tüntetések. Ilyen jelszavakkal és transzparensekkel bírtak utcára vonulni,
öljük meg az összes AfD-st, ez idézet, meg hogy jobboldali emberek helyett emberi jogokat. Ez lenne, Zoli, a szép új világ? Ez a jogállam, ez a demokrácia? Az ember németekkel beszél, tehát nem Németországban dolgozó magyarok, a németekkel, osztrákokkal kell beszélni, svédekkel, angolokkal, amerikaiakkal. Tehát, hogy ők mondják, és egyébként nekünk a számaink is azt mutatják, a századvége Európa projektje is, ugye évente ismétlődő felmérés, Európa 30, most 30 országot mérünk, korábban 28 tagországot mértünk, és azt látjuk, hogy magukhoz képest rosszabbul élnek, mint 4 éve. Ezt nem hitték el sokáig itt Magyarországon, persze Németországban. Tehát ha megnézzük, mindig amit a hazai dollár média mond, és a dollár baloldal politikus, mindig az ellenkezője igaz. Amikor azt mondjuk, hogy a PISA felmérés, a magyar tanulók a legrosszabbak, meg kell nézni Ausztriában a számokat, Németországban. Amikor azt írja a dollár sajtó, hogy a szülőknek az anyagi viszonya meghatározza, hogy a gyerekből mi lesz az iskolában, ugyanez érvényes Németországban is, Ausztriában is. Tehát nem igaz, hogy itt a legrosszabb. Amikor a legmagasabb inflációról beszélnek, magas az infláció, az Európai Központi Banknak az alapkamata sohasem volt ilyen magas az euró bevezetése óta. Tehát azt látjuk, hogy rosszabbul élnek, mint 4 éve, és igazából a németek hátán fát lehet vágni, ezt láttuk 2-szer a háborúban. Azért, amíg hisznek valamiben, és most tartunk ott, hogy most már nem hisznek abban a rendszerben, ami van, és ami még rosszabb, hogy nem is látják, hogy ez bármiben változna. És ami talán a legeslegrosszabb, hogy most jönnek rá a németek, nem csak az alsó középosztály, amik már lecsúszott. A középosztálynak is a nagy része most csúszik le Németországban. Tehát ilyen 2000-3000 euróból egy ember már nem él meg, egy házas pár talán. Úgy kell nézni, hogy a nagyvárosi lakbérek elszálltak. Tehát akinek nem az önkormányzat fizeti a lakást, mint az ukránoknak vagy a migránsoknak, azért az már kiszorul a nagyvárosból, és inkább tehát nagyon megfizethetetlenné váltak, és nem is épülnek lakások, mert egyszerűen mindent elcsesztek szó szerint, hogyha ezt is szabad mondani. Hát ami az AfD-nek a bűne, ha ezt kérdezted, hogy én meghallgattam az AfD férfi társelnökének az újévi köszöntőjét, és olyanokat talált mondani, hogy újra kéne építeni, helyre kéne állítani az északi áramlat 1 és 2 gázvezetéket. Júj! Hogy a német gazdaság visszatérhessen, ezt már én teszem hozzá, ahhoz a sikermodellhez, hogy az olcsó vezetékes orosz energiából prémium termékeket gyártanak, amiket horroráron adnak el, és sorban állnak az emberek, hogy német gyógyszereket, vagy műanyag, vagy termékeket vásárolnak. Olyanokat mondott, hogy hát a szankciókat felül kéne vizsgálni. Olyanokat mondott, hogy Kínával a kölcsönös tisztelet és a kölcsönös előnyök mentén kéne továbbra is kereskedni a leválás helyett. És akkor még sorolhatnám, hogy a migránsokkal kapcsolatban ugye, hogy 300 ezer ember van, akinek elutasították a menedéket, haza kéne küldeni őket, és nem 50-et, meg 100-at, mint most, és csak a Nyugat-Balkánra, hogy másnap újra kelljenek, hanem tényleg úgymond haza, ahonnan jöttek, vagy legalább arra a kontinensre, amelyre jöttek. Tehát ilyeneket találnak mondani, és ez olyan szó szerinti alternatíva Németország számára, amit a német elit nem akar. Ugyanis a német elit, hogyha így röviden kell összefoglalni, ugye az oroszokat tisztelik, csak nem félnek az oroszoktól. Az amerikaiakat tisztelik, és tőlük félnek, mert az amerikaiaktól kaptak ki 2-szer. És ez az, ami miatt a mostani német elitnek a nagy része Amerikához kötötte Németország, és rajta keresztül az Unió szekerének a rúdját. Itt jön a képbe a 7-es cikke, az a politikai zsarolás, amit Magyarországgal szemben Brüsszelből a németek támogatásával csinálnak, mert mindenkit bele akarnak szuszákolni ebbe a rendszerbe. És hát mi vagyunk itt az a kis galfalú, az alternatíva nagyban az Unióban, és az AfD Németországban nem csinál más, mint a 80-as, 90-es évekbeli Németországot akarja visszahozni, amikor még úgymond minden rendben volt, akkor is voltak problémák, de és hát igazából miután lenyelni, kiköpni nem tudják, ezért jobb hiány be akarják tiltani. És igen, bemerik? Szerintem igen, miután nincs alternatívája a betiltásnak, ha megnézzük, ugye most 3 kelet-német tartományban lesz választás ősszel, szeptemberben. Meg is nyeri az AfD. Igen, csak ami a problémájuk, hogy nem működik a trükk, a globalista, sorosista trükk, a szivárványkoalíció. Láttuk, hogy Andrej Babistól kezdve csomó országban azt csinálták, hogy hiába erős a jobb oldal, hiába erősek a szuverenista erők, hogyha mindenki más beraknak egy kosárba. Ezt láttuk nálunk is, ezzel próbálkoztak nálunk is. Hát most éppen beleszerelmesedtek a lengyel modellben, most majd aztán 2-3 különböző formátumban akarnak indulni. De ami a német szempontból fontos, hogy volt most januárban 2 hete egy választás egy türingiai járásban, a járási előjárót választottak, és az AfD-s jelölt 45,7%-ot kapott a Zále-Orla járásban. Ez azt jelenti, hogy abszolút többség is elképzelhető, pláne ha ilyen politika van Berlinben. És ez azt jelenti, hogy nem kell koalíciós partner, vagy az új pártok egyikével, ha koalíciót tudnak kötni, onnantól kezdve abszolút többségük van, és a Németország föderális rendszere úgy épül fel, hogy minden témában a 16 tartományi miniszter értekezik az országos, a szövetség.
egészségügyi miniszterrel. És gondoljunk bele, hogy 13 miniszter, hogyha mind a három keleti tartományt, vagy legalább egyet megnyernek, 13 tartományi miniszter mondja, hogy engedjük be a migránsokat, kapjanak állampolgárságot, jöjjön a család is. És a három meg azt mondja, hogy nem, tartsuk be a törvényt, amit Trump mondta, csak az szavazhasson, aki állampolgár, csak az jöhessen be, akit beengedünk, és hogy be kéne tartani a törvényeket. És ha ezt mondja három, és 13 mást mond, akkor nem 22% lenne az AfD, hanem 35-40. Na, ezt nem engedhetik meg. Ezért én azt gondolom, ez egy várakozás, nyilván nem tudom én sem a jövőt, de nagyon valószínű, hogy betiltják, mert más nem nagyon fognak tudni. A CDU-nak volt januárban egy elnökségi ülése, ahol azt mondták, hogy marad a tűzfal, inkább a posztkommunistákkal fognak össze, csak hogy az AfD-vel ne kelljen. Tehát úgy tűnik, hogy miután nem tudnak más csinálni velük, ezért valószínűleg betiltják őket, most játsszák föl a témát, azért vannak ezek a tüntetések. Ha még a tüntetésekhez egy mondatot megengedsz, amikor az AfD bekerült ezekbe a kelet-német tartományi parlamentekbe, kikérték a fizetési listákat, hogy mire ment az adófizetők pénze. És kiderült, hogy amikor a migráció ellen hétfőnként a német nagyvárosokban tüntettek, akkor az állami szakszervezeti alapítványok az adófizető pénzén ellentüntetőket toboroztak. Erről írtam is a Mozgástér blogon. És egyszer olyan hideg volt februárban, hogy Dresdában ugye a migráció ellenes patrióták, szuverenisták kimentek az utcára tüntetni, mert nekik mindegy volt, ők féltik a hazájukat. És nem tudtak elég ellentüntetőt találni, még 25 eurós órabérre sem, ezért inkább azt kérték, hogy tiltsák be a rendes tüntetést is, mert nem tudnak elég ellentüntetőt toborozni. Tehát ez a német demokrácia. Hát Kurt Tucholsky mondta pont 100 éve, hogy ha a választáson a németek bármit megváltoztathatnának, már rég betiltották volna a választást. De akkor is muszáj megkérdeznem, ha betiltják, mert neked ez a várakozásod, és sajnos én sem tartom elképzelhetetlennek. Ezt is le fogja nyelni a német társadalom? Hát miután szivárványkoalíciót hoznak létre, meg a német mainstream propaganda mossa az agyukat, igazából tehát van egy változás. Tehát miután a németek nem látják, hogy demokratikusan tudnának változtatni, hiszen bármi történik, szivárványkoalíció, nagy koalíció van, illetve azt is látják, hogy hiába szavaznak, ugye mindig a politikusok máshogy döntenek, ezért van egy csalódás, és igen, Nyugat-Európában rájöttek az emberek, hogyha nem mennek az utcára, nem tüntetnek, nyilván demokratikus módon, most még ott tartunk, hogy demokratikus módon, akkor nem térnek vissza azok az évek, a jólétnek az évei, és hát még egy rossz hír talán a végére, hogyha már Németországról beszélünk, hogy akit a szocdemek Scholz helyett, aki korrupciós ügyekben van, nyakik benne, új kancellárnak akarnak, Boris Pistoriust, aki most a védelmi miniszter, ő azt mondta, hogy hát be kéne vezetni újra a sorkötelezettséget Németországban, és 5 éven belül Németországot háborúra késznek kell tenni, Kriegstüchtig, tehát háborúra alkalmasnak kéne tenni. Tehát ez az alternatíva, és ezért is fontos, hogy Magyarország békepárti, ezért is fontos, hogy minél többen szavazzunk az európai választáson a békepárti jelöltjeinkre, a kormánypárti fideszes KDNP-s jelöltekre, mert pont az a lényeg, hogy Európában ez az alternatíva, ami megmaradjon, mert a Brüsszelben és Berlinben sajnos egy rossz irányba megy a politika, és hát ez nem a béke, a gyarapodás irány, hanem pont az ellenkező irány, és hát most még ott tartunk, hogy demokratikus eszközökkel ezen lehet változtatni, itt Magyarországon is a szavazófülkében. Donald Tusk, hogy ugorjunk át Lengyelországba, ahol sikerült a sorosista trükk, ha úgy tetszik. Te hogy látod a lengyel alkotmányosság és az új hatalom viszonyát? Hát Tuskék egy jogsértéssel adták le a lantot, előre megválasztottak 5 alkotmánybírót, még 2015-ben, hogy az új parlament már ne tudja. Tehát úgymond korlátozták az új parlamentnek a mozgásterét. Most pedig egy jogsértéssel kezdtek, ugye azt látjuk, hogy letartóztatnak képviselőket, az elnöki kegyelem után újra kezdik, illetve hát a köztévénél is. Emlékszünk, hogy 2006-ban volt is egy ilyen plakát, hogy mit foglalnál el először. Tehát ők tudják, Leninék is a távirdát, meg a postahivatalt foglalták el először, hát Tuskék is. Ugye nagyon durva fejlemények vannak ott is, Tusk egy új koalíciót épít a balti skandináv országokkal, ugye nem a visegrádi együttműködés fontos neki, hanem pont azon országokkal keres szövetségét, amik a háborút is nagyon támogatják, és hát azt is érdemes talán látni, hogy olyan tervek vannak, például a cseh elnök nyilatkozta azt, és Tuskék is 15-ben azzal buktak meg, hogy be akarják vezetni az eurót, az ott élő emberek, az ott élő gazdaság akaratának
vagy többségének az ellenére, pontosan azért, mert aki az euróadósság zónába belép, azok már nagyon nehezen tudnak kilépni. Tehát olyan változásokat akarnak a Tuskék legkésőbb 25 májusa után, amikor Duda elnök mandátuma lejár, és ha nem választják újra, amelyek Lengyelországot is visszafordítatlanul abba az irányba állítják, ami szerintem a lengyel emberek többsége sem akar, és hát láttuk, hogy eddig azért el tudtak kerülni. Most akkor megint műsoron kívül, hogy kérdezzek valamit, mert másfél percünk van, úgyhogy most már nagy témába nem vágok bele. Ukrajnából halálosan megfenyegették az Ukrajnába tárgyalni készülő Szijjártó Péter magyar külügyminisztert. Ennek kapcsán elég sok magyar állampolgár érezte úgy, hogy felemelje a szavát az ellen, hogy a magyar külügyminiszter oda menjen, és még inkább sok magyar állampolgár fejezte ki abbéli óhaját, hogy bármi is történjék, a magyar miniszterelnök semmiképpen ne menjen Kijevbe. Én is ezen magyar állampolgárok körébe tartozom. Szerinted, Zoli, megengedhető egy ilyen helyzetben az, hogy bármi is lesz, Orbán Viktor Kijevben tárgyaljon? Én azt gondolom, hogy mi az ukránokat vendégül látjuk, akik a háború elől menekülnek, szerintem az ukrán elnököt is szívesen látjuk Budapesten, mi is, mert kíváncsiak vagyunk a véleményére, tehát én azt gondolom, hogy Budapest is egy jó helyszín. Emlékezzünk, Donald Trump az északi és dél-koreai közti határvonalon találkozott, át is lépett egy történelmi lépéssel Észak-Koreába, a határvonal is szerintem egy szimbolikus gesztus, de hát ha Zelenszkij elnök véletlenül Brüsszelben lesz február 1-én, ahol ugye elment Argentínába, hogy a miniszterelnökünket utolérje, akkor Brüsszelbe is el tud menni, az is egy jó hely lenne arra, hogy találkozzanak, szerintem ezek sokkal jobb helyek, mint Kijev most. Ez a legjobb végszó, amit mondhattál. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben találkozunk. Addig is minden jót kívánok. Viszontlátásra.